Sziasztok, Cserta Szanna vagyok, üdv a Kívülbelül Boldogság YouTube csatornáján, és üdv a Kívülbelül Boldogság bemutató termében. Jelenleg a Zero Waste, vagyis a hulladékmentes szekció előtt állok, és mivel alapvetően élményeket szoktunk mi adni egymásnak, de ma jelenlegi helyzetben nem feltétlenül tudunk annyi élményt adni, vagy szinte semennyi élményt adni. Ezért úgy gondoltam, hogy még azok az emberek is, akik tudatosabbak, fenntarthatósággal kapcsolatban ott vannak, és érdekli őket a Zero Waste, illetve a hulladékmentes téma, is inkább mondjuk tárgyi ajándékokat hajlandóbbak idén adni, ezért összeállítottam a karácsonyi ajándékötletek Zero Waste vagy hulladékmentes változatát, hiszen vannak hulladékmentes termékek a webáruházban, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk rá, és egyre nagyobb szekció lesz, ugye? De természetesen nem feltétlenül minden Zero Waste és hulladékmentes a webáruházban, ezzel transzparens vagyok. Csomagolást tekintve megpróbálunk mindig újrahasznosítani a dobozt, tehát amiben érkezett, azt újra használjuk. A bubifóliát használunk, viszont egy olyan cégtől sikerül beszereznem a bubifóliát, amik már használtak, és természetesen ugye az újra csomagolva kampánynak a lényege az, hogy ti is egy csomószor behoztok csomagolóanyagokat, tehát effektíve bármit, amiben csomagolunk, lehet, hogy nem úgy néz ki, hogy annyira Zero Waste lenne, de megpróbálunk mindenféle csomagolóanyagot újra hasznosított állapotban felhasználni az egész csomagolási szekcióban is, és pont emiatt, hogyha mondjuk bubifóliában kapjátok ezeket a termékeket, akkor ne lepődjetek meg, már használt állapotban van, de természetesen tiszta állapotban van, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a Zero Waste termékek tekintetében nagyon változatos, hogy mit szeretnétek, ez árban természetesen eltérő lehet. Hogyha olyan embernek szeretnétek ajándékozni, aki már nagyon benne van a hulladékmentességben, mint téma, akkor majd mondom egy kicsit a keményebb verziójú termékeket is, amiket nem biztos, hogy megvan neki, de örülne neki. Viszont hogyha ti már azok vagytok, és szeretnétek másokat bevonni, akkor ugye másfajta termékeket javaslok. Tehát kezdjük azzal a szenárióval, hogy ti tudatosabbak vagytok, és az ajándékozottat szeretnétek bevonni egy kicsit a hulladékmentes alternatívákba. Van most egy szivacsunk, tudom ijesztő, de lebomló. Tehát ez egy lebomló szivacs, és azok, akik nem feltétlenül tudják elengedni ezt a kefe dolgot, de próbálkoznak, már kaptunk, ez egy új, viszonylag új termék, kaptunk visszajelzéseket, hogy nagyon-nagyon jól működik, tényleg szivacs hatása van, viszont lebomló és komposztálható, hogyha esetleg elhasználódik. Tehát ez egy alternatív, Zero Waste alternatívája a sima szivacsnak, de hogyha szeretnétek újat próbálni, akkor itt van a sima kefe, illetve a nyeles kefe is, és van ugye a dörzsis változata is, hogyha keményebb szennyeződéseket szeretnétek levenni. De hogyha ezeket például dobozban, vagy kicsit ilyen extra csomagolásban szeretnétek megvásárolni, akkor van előre dobozolt ajándékcsomag is, amiben benne van több termék, és akkor ez egy ilyen komplex kis hulladékmentes ajándékcsomag, próbáld ki, remélhetőleg tetszik, és akkor ezeket majd idővel, mert azért ezek is elhasználódnak, tehát a kefét is cserélni kell, tehát nincsen az, hogy megveszed, és akkor életed végéig használod, ez a kefe is elhasználódik. Pár hónap, és attól függ, hogy milyen gyakran használod, mert hogyha van mosogatógéped, akkor kevésbé használod, mint hogyha mondjuk nincsen mosogatógéped, akkor minden nap többször használod, tehát használattól függően, de azért ez is elhasználódik, és ezt is cserélni kell, de ez egy jó kezdőszett, hogy megmutatjuk, hogy van alternatíva, és próbáljátok ki. Van egy másik fajta doboz, ez az újabb csomag, amiben megnézem, van kefe, van nyeles kefe, van szivacs, és van, ez egy új, ez is egy új, és bárcsak itt lennétek, mert erről iszonyatosan jó visszajelzések vannak, tehát ebben a kis dobozban, itt van a másik oldalon is, vannak ezek a termékek, tehát ezt egy csomagban meg lehet vásárolni, de ez a szilárd mosogató szappan, és ez grapefruit illatú, és nagyon-nagyon jó. Alapvetően van ez a szilárd szappan ugye a csap környékén, van ez a kis nyeles kefe, bevizezed, beszappanozod, és utána tudsz mosogatni, és akkor ilyen szempontból, hogyha ezeket használod, akkor a flakont azt például el is tudod hagyni, vagy el is tudja hagyni az az illető, akinek ugye ajándékozod ezt.
Vannak természetesen gyümölcs, illetve zöldségkeféink is, az is egy opció lehet. Ez nem feltétlenül a full zero waste, de ez a francia életstílusnak megfelelően ez a strutz portörlő. Ne aggódjatok, már kihult, strutz tollakból lett összerakva, de ez egy nagyon-nagyon szép, esztétikus, természetes ajándék, és én ezt nagyon-nagyon szeretem otthon, nekünk van egy csomó ilyen montásképkeretünk, és ahelyett, hogy rongyal mindegyiket egyesével végigtörölném, ezzel nagyon hamar le lehet takarítani a port, nagyon megszívja vagy hozzátapad a por, és a tisztítása is viszonylag könnyű, úgyhogy ebből van kicsi, közepes és hosszú nyelű is ebből a strutz portörlőből, tehát ennek olyan zéróvésztes bloggerek is nagyon örültek már, akik már például nálam vásároltak, tehát ezt tudom ajánlani, ami nem feltétlenül az a full zéróvészt, de mégis egy opció lehet, tehát most már a full kezdőszetből egyre jobban megyünk bele a kicsit kuriózum zero waste termékek felé. Például ilyen lehet esetleg ugye a méviaszos kendő, ebből ez egy nagyobb kezdőszet, de természetesen van egy darabos, van több darabos is. Hogyha nem tudnátok, mi a méviaszos kendő, akkor igazából a folpak helyettesítője, és a kezed melegétől igazából le tudod fedni, és rá tudod úgymond egy picit olvasztani a tetőre ezt a méviaszos kendőt, tehát nem az egyszer használatos folpakot helyettesíted. És ugye ezeket a méviaszos kendőket mindig ilyen hármasával szoktam értékesíteni, tehát ez a zero waste lefedésre vagy tárolásra egy alternatíva. Másik alternatíva a gyümölcssapka, ami vidám, ami vicces, és ezt ugye a félben maradt gyümölcsökre, zöldségekre, vagy pedig ugye a konzervekre javaslom, különböző méretek vannak benne, tehát attól függ, hogy mekkora az átmérője, tudod használni, és ezt nagyon-nagyon szeretem, viszonylag kicsi helyet foglal el, és vidám, több színben is kapható, tehát vagy méviaszos kendő, vagy gyümölcssapka, vagy pedig a stashirt javaslom, ami ugye a hűtőtasak, és ezek ugye több színben megvásárolhatóak több méretben, és ez igazából az egyszer használatos uzsizacsit helyettesíti ki nagyon-nagyon egyszerűen, de sokkal több ez a termék. Természetesen élelmiszeripari szilikonból készült, mosogatógép kompatibilis, lehet benne élelmiszert tárolni, hűtőben, fagyasztóban lehet mikrózni, és lehet száraz ételt, lehet folyékony ételt tárolni benne, lehet benne szuvidálni, tehát ez egy olyan dolog, aminek szerintem mindenki a világon örülne, mert eszünk, mert vannak maradékok, mert a nasikat bele lehet rakni, a kisgyermekes anyuka akkor kifejezetten örül, én nagyon-nagyon szeretem a kisméretet, azt használjuk a legtöbbször, bele lehet rakni a ropit, mindent, és mivel ugye vastagabb szilikonanyagból készült, ezért nem törik meg annyira könnyen, amit belerakunk, és légmentesen zár. Szóval ez az a top termék szerintem, amit bárkinek adnál egy kis szalaggal összekötöd, és beleraksz, akár belesüthetsz sütiket, és sütivel együtt adod át. Hát ennél személyesebb ajándékot tudok képzelni, de hogy ebben a kategóriában ez szerintem egy nagyon személyes ajándék lenne. Úgyhogy én ezt nagyon szívesen ajánlom. Tovább haladva a francia életérzés és egy kicsit a természetesség határán, ez a morzsa seprű, és szerintem ez egy nagyon-nagyon cuki, megint igazából inkább ez a strutz portörlő. Ez egy olyan dolog, amit alapvetően magának nem biztos, hogy megvenne az ember, de hogyha kapna ajándékba gyerekek szempontjából, vagy bármilyen szempontból, mennyire cuki, hogy a morzsát le lehet söpörni. Tehát ez egy életérzés, tehát azért mondom opciónak, hogy már nagyon sok olyan vásárlom volt, akinek megtetszett ez a termék, és nagyon fontos volt számára, hogy természetközeli legyen, és hogy esztétikus legyen. Ez ugye az André Jardin márkától van, tudom, nem így kell kiejteni franciául, de én így szoktam kiejteni, és itt ez a francia életérzés, ez mindenképpen megvan, és ajándékdobozban is érkezik, úgyhogy ez is egy kis extra. És ami még új termék, az a gyümölcssapkának, tehát ennek fejlesztettek további változatát, ez a kerek nagyobb tálakra, különböző méretben lehet ezt is kapni, de ebben csak egy van, üvegtetővel van, tehát átlátható. Ki is nyitom.
tehát ez egy üvegtető, és megvan ugye ez a rácuppantós hatása, tehát hogyha van egy üvegtányérod, akkor rá tudod cuppantani a tetőt, átlátszik, szilikonból van, mosogatógép kompatibilis, és különböző méretben megvásárolható. Ez is egy opció lehet, de ez természetesen azért nagyon-nagyon tudni kell, hogy milyen méretű tájai vannak a megfelelő illetőnek, de ezt inkább mondjuk saját magatoknak ajándékutalvánnyal, zero waste terméknek inkább ajánlanám, mert ennél azért a méret az fontos, hogy milyen tárolóid vannak otthon, hogy le tud fedni őket. Természetesen még van pár termék, ami ebben a hulladékmentes kategóriába illeszthető bele, tehát például vannak újrahasznosított műanyagból tárolóink, vannak csatos tárolók újrahasznosított műanyagból, illetve vannak olyan háztartási tárolóink, amik újrahasznosított műanyagból készültek, és ez is például fontos, hogy ne csak mondjuk ilyen szempontból az új műanyagokat vásároljuk meg, hanem azokat, amik mondjuk egy alternatív módon készültek, esztétikusak és praktikusak is. Szóval folyamatosan bővül a kínálat ugye a Kívül Belül Boldogság webáruházban, tudatosítjuk mi is ugye a készleteket, de nagyon fontos az, hogy ha tényleg szeretnél valakinek ajándékot adni, akkor persze bevonhatod őt egy ajándékcsomaggal, hogy próbáld ki, itt van a méviaszos kendő, több fajta van benne, próbáljátok ki, hogyha beválik, beválik, hogyha nem, akkor legalább kipróbáltad, egy opciót adunk, és remélhetőleg megtetszik, és rákapsz erre az ízre. De hogyha szeretnél valakinek igazán tudatosan ajándékot adni, akkor én azt is mondanám, hogy gyertek be együtt, válassza ki, vagy pedig tényleg adj egy ajándékutalványt neki olyan szempontból, hogy ő tudatosan válassza ki, hogy mi az, ami a webáruházból vagy a bemutatóteremből tetszik neki, és el tudja költeni azt a pénzt ő tudatosan, felesleges ajándékkörök nélkül. Az ajándékozás az nálunk természetesen most nagyon-nagyon fontos. Tavaly nem gondoltam, hogy ennyire fontos lesz, de tavaly is vettek például tepsitárolót karácsonyra, vagy voltak még valaki mosózsákot vett karácsonyra. Szóval, hogyha szeretnétek vásárolni, szeretnétek valakinek ajándékba küldeni, akkor azt meg tudjuk ígérni, hogy nagyon figyelünk a csomagolásra, viszonylag érintésmentesen tudtok ajándékot küldeni, személyre szóló üzeneteket is bele tudtok rejteni, kinyomtatjuk, hogyha megírjátok nekünk, akkor kinyomtatjuk, és úgy csomagoljuk, hogy már kapásból az illető kapja meg ugye ezt az ajándék tárgyat, dobozt, ezt a zero waste ajándékot. Úgyhogy vannak zero waste karácsonyi ajándékcsomagjaink, amiben például vannak a stesörök, vannak olyan, ezek a kis zsinóros gyümölcs, illetve zöldségzsákok is, szóval összetudjátok válogatni, de hogyha ajándékcsomagot vásároltak, akkor egészen 5-től 40%-os kedvezményig vannak ezek a csomag összeállítások. Ezek végesek, tehát hogyha elfogynak, akkor vége a karácsonyi ajándékcsomag szekciónak, úgyhogy válogassatok, be tudtok jönni a bemutató terembe, az talán a legzéróvésztebb, de hogyha vásároltok, akkor mindenképpen jelöljétek meg, hogy ez ajándékba készül. Hogyha szeretnétek tudni, hogy mi történik velem a hét folyamán, akkor az Instagramot javaslom leginkább, ott az Instagram sztorikba folyamatosan napi szinten osztom meg, hogy mi a helyzet, milyen termék jött be, miket tesztelek éppen, milyen visszajelzések érkeznek, úgyhogy onnan tudtok inspirálódni, és talán, ami a legfontosabb ebben a helyzetben, a jelenlegi járványügyi helyzetben együtt nevetni velem. Hogyha pedig nem vagytok annyira a közösségi média fanok, akkor pedig van a webáruháznak egy hírlevele, amire most egyre nagyobb fókuszt fogunk helyezni, és nem küldünk minden nap, vagy nagyon-nagyon gyakran. Igazából egy-egy összefoglalót küldünk hetente, hogy mi történt, milyen termékek jöttek be, mik azok az újdonságok, amiket éppen teszteltünk, vagy pedig milyen akciók, illetve kuponok vannak, amiket kihasználhattok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tőleg inspirálódtatok Zero Waste témában is, hogy mik elérhetőek nálam a webáruházban, és hogyha van egyéb kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg a kommentbe, és megpróbálok hamar válaszolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!